Hideg vízzel frissíthetik fel magukat a kánikulában a MOM kulturális központba betérők. A légkondicionált helyiségben bárki leülhet, ha úgy érzi, szüksége van egy kis szusszanásra a hőségriadó idején. A bejárat előtt két darab vízporlasztó készüléket helyeztek el, ami szintén enyhülést adhat az erre járóknak. A MOM kult mellett a Hegyvidéki Önkormányzat épületében is a szokásosnál több hideg vizet helyeztek el, ami bárki számára rendelkezésre áll a nagy melegben. Ez pedig már a MOM Sport, ahol szintén egy több mint 10 méteres párásító alatt sétálhatnak át a felfrissülni vágyók. Itt nem csak az úszoda vendégeink tudnak ez alatt hűsölni, hanem esetleg aki nem érzi magát annyira jól, fölfrissítheti magát, de mással is készültünk. A balettteremben van egy frissítőpont, a balletterem az klimatizált. Aki nem érzi jól magát, oda behúzódhat, akár néhány percig is üldögélhet, ott van friss víz. Az ANTS által elrendelt hőségriadó szerda estig tart. Ilyenkor 11 és 15 óra között ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást, és fokozottan figyelni kell a folyadékbevitelre. Nem csak annyiból áll, hogy vizet igyunk, folyadékot igyunk, hanem a sópótlás is fontos, tehát az ásványvizek vagy a gyümölcslevek, ezek is, amelyek nem cukrozottak, nagyon fontos, hogy ne legyen édesített, mint az üdítőitalok. A Hegyvidéki Önkormányzat idén is információt ad az UVB sugárzásról. Ha az egészségügyi határértéknél magasabb az UVB sugárzás, a regisztrált felhasználók SMS-ben kapnak értesítést. A szolgáltatás a hegyvidéken élőknek ingyenes, regisztrálni a www.hegyvidékuv.hu oldalon lehet. Újra begördülhetnek a vonatok a nyugati pályaudvarra. Két hétig ugyanis halaszthatatlan felújítási munkálatok miatt a pályaudvar zárva tartotta kapuit. Körülbelül 23 km hosszú felső vezetéket vizsgáltak át teljesen. A biztosító berendezések a megfelelő javítások után megkapták az 5 évenként esedékes fővizsgájukat. Aztán aszfaltoztunk például a peronfelületeken a botlás veszély megakadályozása érdekében. 2800 köbméter aszfalt került a nyugati pályaudvar peron részeire. Emellett átvizsgáltuk az üvegfelületeket, a sérült üvegeket kicseréltük. Ezen felül ellenőrizték a függőleges tetőszerkezetet, festettek, korszerűsítették az utastájékoztató rendszert, izzókat és hangszórókat cseréltek. A forgalom átszervezése is gond nélkül zajlott, a BKK közreműködésével az utasok különösebb nehézségek nélkül eljuthattak eredeti célpontjukhoz. A mostani felújítás előkészületei csak nem annyi embert igényeltek, mint maga a kivitelezés. 8 szakma, 150-200 szakembere dolgozott itt az elmúlt két hétben, és körülbelül ennyien vettek részt az előkészületi munkán. Is. 290 millió forintba került körülbelül ez a felújítás. Az utazó közönség türelmesen fogadta a változtatásokat. A BKK járatai hétfőtől megszokott útvonalon járnak, a mai naptól pedig a nyugati pályaudvar is várja az utasokat és a vonatokat egyaránt. Egy speciális 8 méter hosszú és 5 méter magas biztonsági ládában érkezett Pécsről Budapestre Csontvári Kostka Tivadar két legnagyobb műve, a Mária kútja Názáretben és a Baalbek című festmény. Korábban soha nem szállítottak még ilyen nagy méretű ládában műtárgyat Európában. Ez pedig már a tavaly felújított Honvéd főparancsnokság épülete a Budai Várban. Közel 100 másik műremekkel együtt a két óriási festmény is ide került. A hétfőn megnyílt Csontvári Géniusz a című tárlat a festő életművének legjelentősebb alkotásait mutatja be. Budapesten 52 éve nem volt Csontvári kiállítás. Magyar művészettörténet egyik géniuszának úgy tudja bemutatni a munkásságát, hogy egyrészt az ismert darabok, amelyek Pécsen láthatóak, másrészt a Nemzeti Galériában láthatóak, azok egymás mellé kerülnek. Együtt tudjuk élvezni a nagyméretű monumentális festményeket, de ezek mellé felsorakoznak a magángyűjteményekben található kisebb alkotások is. Az, hogy Csontvári festményei fennmaradtak, Gerlóci Gedeonnak köszönhető. A fiatal építész ugyanis megvásárolta a képeket Csontvári örököseitől, akik a jó minőségű vásznakat fuvarosoknak akarták eladni. A mostani nagyszabású életmű kiállítás a festő születésének évfordulóján nyílt meg. A 17 teremből álló tárlathoz számos kisfilm készült. A festő életművét pedig interaktív felületek segítségével ismerhetik meg a látogatók. A kiállítás évvégéig tart nyitva.